Szervusz, Marikám, én vagyok az. Tiszta ideg vagyok te. Olyan ideges vagyok, hogy az idegeim is kivannak idegileg az idegtű, Marikám. Hogy miért vagyok ideges? Képzeld már el, ugye, mint minden rendes nyugdíjas, a boltban voltam 9-től délig, egyszer csak megjelent az a mocsó kizi, Marikám. Hát minek jön az oda, amikor megmondták neki fehéren, feketein, de még színesbe is, hogy maradjon otthon. Hát azt mondom neki, mi van, Gizi? Hallom, hogy a vejed meg elköltözött otthonról, soha többet nem jut haza 2 hétig. Azt képzeld már el, erre azt mondta rám, hogy én pletykás vagyok, Marikám. Hát még, hogy én pletykás. Ugye, hogy nem vagyok pletykás, Marikám? Köszönöm, Marikám, tudtam, hogy te megértesz, Marikám. Hát még, hogy én pletykás vagyok. Hát ha pletykás volnék, akkor most átrohantam volna hozzád, legalábbis felhittalak volna, hogy mit mondott ez a mocsok Gizi, hogy elpletykáljam, de én nem rohantam át hozzád, Marikám, mert nem hittalak fel. Mert én bennem van tartás, Marikám, én kibírom, hogy ne mondjam el, hogy ne pletykáljam el. Ja, én tudok titkot tartani, Marikám. De még ha pletykás is volnék, hogy jön ő ahhoz, hogy a szemembe mondja? Hát nem tudja, hogy ezt nem illik, Marikám. Hát normális ember nem mondja a másik szemébe, hogy mit gondol róla. Normális ember szépen, kulturáltan kibeszéli a másikat a háta mögött, ahogy azt illik. Hát, ahogy mi szoktuk, Marikám, mert mi normálisak. Úgyhogy ennyi ideg után az biztos, hogy nem az idén fogok leszopni a diannás cukorról, Marikám. Mi? Hogy mit csinálok? Ülök a hintaszékbe, azt fejtem a keresztlejtvényt, hogy megnyugodjak. De azért szeretek a hintaszékbe keresztlejtvényt fejteni, mert ha előre dőlök, akkor a keresztlejtvényt látom, ha meg hátra dőlök, akkor meg ki tudok leszni az ablakon. Hát ki van ezt tanálva? Na, de ha már így felhívtalak, azt te mégiscsak azért fele olyan okos vagy, mint te, segítsél már nekem, mi lehet az? Áruházi dolgozó 5 betű. Eladó. Na, be is. Ja, hát, ej hülye, meg majdnem beírom, hallgatok itt rád, azt mondod a hülyeségeket, hát nem lehet eladó, Marikám. Hát gondolj bele, mi az áruház neve? Bolt. Akkor áruházi dolgozó 5 betű az a boltos. Na, be is. Nézd meg, ki is jön. Boltos. Na, másik. Hétvezér egyike 4 betű. Mi? Hogy sorolod, azt helyettesítsen be. Na, akkor soroljad, Marikám. Jó, ne is mondd tovább, első pont végig. Ámos. Te a boltról jut eszembe, te, hogy ott milyen drágaság van. Hát neked mennyi a nyugdíjad, Marikám? Mennyi? Hát ez jó. Mi? Hogy nekem mennyi? Hát mi között van hozzá? Majd azt hiszed, elmondom neked, hogy kipletykáljad ország világnak, hát, hogy majd te is felidegesítettél. Megyek, azt levezetem a papán az ideget. Na szevasz! Gyere ide, Béla!